Az összehasonlíthatatlan hangú Szűcs Gabi a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mert hogy a zsidó művészeti napok keretében két koncerten is főszereplő, vagy egyik főszereplő lesz. De még egy picit nyúljunk vissza arra, hogy mi történt eddig, mert hogy úgy jött be a stúdióba, hogy hát egy kicsit azért fáradt, mert későn értek haza vidéki turnéról. Igen. Mi zajlik most? Hol voltak? Visegrádon léptem föl az állandó zenekarommal, a Stereo Swing-el, akivel elektronikus swinget játszunk, és azért ilyen a szokottnál is mélyebb a hangom, mert ez késett. Ilyenkor ez hajnalig tart, amíg haza is érkezünk a turnébusszal. Úgyhogy ilyen hajnali kettő körül sikerült hazaérkezni, úgyhogy, de itt vagyok frissen, és tényleg a fesztiválon ez most egy nagyon különleges év, mert kettő produkcióban is fellépek. Tavaly volt egy szóló koncertem, de most úgy alakult, hogy... És az annyira tetszett, hogy visszahívták. Hát az a helyzet, hogy remélem, hogy egy kicsit én is benne vagyok, hogy igen, de a Cotton Club Singers a művészeti napok kérésére összeállt újból, 4, sőt most már 5 év után először, és ugye mivel annak oszlopos tagja voltam, hol ott vagyok. Hosszú ideig? Hány évig volt ez? Majdnem 14 év. Az egy hosszú házasság. Hosszú házasság, igen. Pontosan kétszer lehet elválni az igen, alatt, ugye igen. A klasszikus 7 évet betartva. Igen. És hát óriási öröm, hogy újból összeállunk, mert ennek pont ez a lényeg, egy olyan szeretetben lett vége, hogy mindenki csinálja a kis maga dolgait, járja a külön szóló útját, de így bizonyos kiemelkedő alkalmakra, amikor tényleg megérdemli a szituáció és a helyzet, akkor nagy örömmel össze. Állunk egy-egy koncert erejéig. Különlegesség egyébként, hogy Zsédenyi Adrián Zséda is velünk van, tehát öt tagú most a Cotton Club Singers. Három lány, két fiú, és délutáni koncertet is kellett csinálnunk a Momkultban. Hát akkora volt az érdeklődés. Igen. De igazából ami a fő attrakció, legalábbis mi úgy gondoljuk, hogy vagy a másik fő produkció, ez a Hot Jazz Band-el. Igen, hát ez Tiszta Amerika címmel egy olyan női csapat állt össze, amelyek még nem volt, nem ugye? Nem volt. Teljesen egyedi. Kinek az ötlete volt ez? Meg persze, hát kik lesznek ott, akkor ezt mondja el ön. Igen, tehát ugye a Hot Jazz Band az alapzenekar, és Ónódi Eszter színésznő, és Behumi Dóri énekesnő, akit a Budapest Bárból is nagyon jól lehet ismerni, illetve én alkotjuk a hölgy triót, akik a szólistái, vendégművészei ennek az esnek. És én valahol azt olvastam, hogy a bendes fiúk legalábbis valahol azt nyilatkozták, hogy ez az önök, tehát a lányok ötlete volt, hogy így össze kéne állni, ez így volt? Igen, ez egy nagyon érdekes sztori. Ebben a produkcióban én egy kicsit később keveredtem bele. Alapvetően a Pokornilia lett volna, ezt bátran el tudom mondani, csodás színésznő is. Ő lett volna a harmadik tag, de őnek ilyen kisebb hangszál problémái miatt, most már 2 hónapja én próbálok a brigáddal, hát én megmondom őszintén, hogy nagyon örültem a felkérésnek. Igen, én is úgy tudom, hogy a lányok szerettek volna összeállni, illetve volt egy nagyon jó ötlet arra vonatkozóan, hogy hogy lehetne a zsidó zeneszerzőket, akik a 20-as, 30-as években tényleg a legeslegjobb magyar dalokat írták, és teljesen párhuzamosan egy időben az amerikai legnagyobb jazz zeneszerzőkkel. Tehát volt egy olyan és fénykora... És akkor ezt köti össze a valami Amerika zenéje? Tulajdonképpen... Hogy történik? Tehát nehéz elképzelni. Tulajdonképpen a Tiszta Amerika az egy kicsit utal arra, hogy az Eszter színésznő is a Valami Amerikában benne volt, illetve hogy a Valami Amerikából levő zenéket a Hot Jazz Band földolgozt, és ezt így összemixeltük, de alapvetően arra fókuszálunk, hogy... ebben a műsorban, hogy bemutassuk a századelei lokálok, mulatók világát, a Czerkovics dalokat, az Ejzeman Mihály dalokat, hogy milyen volt, amikor Budapest Tiszta Amerika volt zeneileg. Tehát a swinget, tehát, a jazz... Swing, igen, ezt akartam mondani, amikor a swing meg a jazz határozta meg a zenei az volt a pop, a korabeli popzene az aha. volt, arra mulattak, arra táncoltak az emberek, és ez egy kicsit kevésbé koncert jellegű a dolog, mert inkább ilyen előadói dalok ezek. Magyar nyelven, ugye ezek magyar nyelvű dalok. Mindegyik egy maga kis, egy kis sztori, egy kis életkép, a korabeli
szokásokról, a korabeli esti életről, a szerelemről, a férfi-nő kapcsolatokról, és mi hárman lányok ezeket a kis női dolgokat visztük bele, és a fiúk, a Hot Jazz Band fiú, férfi tagjai, meg nagyon jó kis partnerek erre, mert... Hát ott... Nem tudom, bocsánat, hogy közben nem tudom már, tegnap este bogaráztam a Facebookot, hogy az ön Facebook oldalán, vagy a Hot Jazz Band Facebook oldalán láttam egy ilyen 30-40 másodperces kis ajánlót, amiből viszont az derült ki, hogy halálosan élvezik ezt az egészet. Nagyon. Tehát egy nagyon jó csapat, nagyon jó hangulatban. Elképesztő, nagyon. Állandóan nevetve, kacagva. Igen. Ilyen lesz az előadás? Én azt hiszem, hogy ilyen nagyon egymásra találtunk. Hát először is van egy profi banda mögöttünk, a Hot Jazz Band, akik annyira vidámak, és annyira, hogy mondjam, olyan élmény az ő hangzásuk, annyira speciális, különleges hangzásuk van. Olyan élmény abban énekelni, és mi hárman lányok meg nagyon hamar össze boronálottunk, és nagyon-nagyon jókedvűek vagyunk, mert tényleg ezek a dalok annyira adják ezt a felszabadult hangulatot. Én egyfolytában azt érzem, mint hogyha 1929-ben a Nagymező utcába sétálnék, és így este betérnék egy lokába. Rendesen azt érzi az ember, hogy valahogy ki kell öltözni, egy szipkát kell venni, és egy pezsgőt kell venni a kézbe. Ilyen hangulatú és lesz ez. Felöltözve? Most igen, most tárgyaljuk, most nagy csetelésben vagyunk a lányokkal, hogy... Ki, hogy? Igen, próbálgatjuk a ruhát, fotózzuk magunkat, és próbáljuk összerakni, hogy igen, egy picit szeretnénk ezt a decens világot megidézni. Én szerintem rendkívül felszabadító, és nagyon-nagyon szórakoztató este lesz. És akkor ezen az esten Szűcs Gabi lesz a démonikus díva, mert hogy ez a hang, ez... Igen. Amivel rendelkezik, ezt igen, de most nekem erre nagy, mert az a helyzet, hogy az Ónodi Eszter is egy díva, és a Behumi Dóri is egy díva. Nekem is ott derült ki, hogy nincs köztünk olyan klasszikus szubret vagy szoprán, hanem mindenki egy ilyen igazi nőies nő, úgyhogy igazából összeadjuk az erőinket. Tehát például én duettezni fogok Behumi Dórival, Karádi dalt két szólamba. De csinálunk olyan egyveleget is a lányokkal, amikor mix egy ilyen 10 perces kis medlit, összevontunk számokat, ahol három szólamban énekelünk, és elképesztően jól megy a munka. Tehát nagyon-nagyon oda tesszük magunkat, és hát és Bényei Tamással, a Hot Jazz Band énekesével is. Hát ott meg a férfi-női szerepek, ott nagyon... isteni lesz. Hát leszólít meg engem az utcán, szóval kis életképek lesznek. Nagyon várjuk. Mikor lesz ez pontosan maga a koncert, ezt mondjuk el, meg a helyszínt is, mert igen. Ahogy bennek ez egy különleges helyszín, úgy is lehet mondani, hogy ez az állandó, otthonuk. Ez az otthonuk, ez a MOM kulturális központ, a MOM kult, így egyben a 12. kerületben, és ez június 4-én hétfőn este lesz, 7 jövő órakor. Jövő hétfőn este 7-kor lesz. Pár jegy van még, tényleg nagyon-nagyon elkapkodták, egy pár szabad hely van még, én tiszta szívemből ajánlom, mert ez évek óta az egyik legjobb produkció, amiben részt veszek, és nagyon remélem, hogy még visszük tovább. És akkor visszakanyarodva, mert nagyon szalad az időnk, de nem még egyet muszáj megkérdeznem, mert hogy azért Szűcs Gabit nem csak énekesként lehet ismerni, hanem... szövegíró, hangszerelő, nem tudom én, igen, mi mindenbe szokott bele fogni, hogy ebben a produkcióban is mást is csinál, nem csak énekel? Nem, ebben most énekes vagyok, mert Zöldi Gergő a dramaturgia és az ötletgazdája ennek az esnek. Én most hallgatok másokra, maximum így a tanácsaimmal, vagy az ötleteimmel segítek, de igen, alapvetően én egy nagyon... hogy mondjam, nagyon szeretek rálátni a dolgokra, és nagyon szeretek mindenbe beleártani magam, igen, zenét is írok, szöveget is, de ebben most nem. Ugye Vadasvera ötlete alapján, de Zöldi Gergő fogja ezt össze. Akkor egyetlen kérdés, visszakanyarodva a beszélgetés legelejére, hogy a Cotton Club Singers-szel az előadások mikor lesznek, mert hogy nem is egy lesz, ugye, hanem több? Ott kettő lesz, és azok egy nappal a Tiszta Amerika előtt 3-án vasárnap. Ott az estére már nem is érdemes keresni jegyeket, mert az teljes teltház. A délutánira van még egy pár szabad hely, az meg 3 órakor kezdődik. Az meg 3 órakor. Vasárnap délután. Tehát nagyon igyekezzen, aki el akar jutni. Igen. Lesznek ezen a koncerten új dalok? Igen. Úgy gondoltuk, hogy ha már ilyen nagyszabású ez a dolog, és hogy újra összeálltunk, és az egész fesztivált annyira szeretjük,
a művészeti napoknak akartunk kedveskedni azzal, hogy akkor nem csak a régi dalokat vesszük elő, lesz meglepetés, új dal. Úgyhogy innen én most rohanok oda próbálni. Akkor sok sikert kívánunk, és nagyon szépen köszönjük Szűcs Gabinak, hogy köszönjük. A vendégünk volt ma reggel. Zsidó művészeti napok vasárnap, június 3-án délután és este Cut & Club Singers, és hétfőn pedig Hot Jazz Band koncert a lányokkal Tiszta Amerika címmel, ugye? Ez a címe, Tiszta Amerika címmel. Kedves nézőink, köszönjük szépen ma reggeli megtisztelő figyelmüket, reméljük, hogy minél többen elmennek majd ezekre a zsidó művészeti napok keretében megrendezett programokra. Viszontlátásra!